Magyar Péter bevallotta, hogy megvágatták a blikkes videót, de azt mondta, nem a külföldi támogatókról szóló rész miatt. A Magyar Nemzetnek beszélt arról, hogy nem szándékosan került ki a végleges anyagból az a rész, amelyben barátnője egy külföldi grafikus csapat segítségéről beszélt. Emellett több zenész is tiltakozott, hogy dalaikat a hétvégi tüntetésen játszották. Számos ismert sláger is felcsendült Magyar Péter múlt hét szombati tüntetésén. A Mandiner demonstráció után pedig már arról írt, több előadó dalát is engedély nélkül használhatták fel. Többek között az Európa című zeneszám is szerepelt a hétvégi rendezvény zenei listáján. Varga Miklós a Napi Aktuálisban hangsúlyozta, azzal nincs baj, ha egy tömeg előtt elhangzik a dal, de ő azt várta volna, hogy Magyar Péter előzetesen megkeresi az előadókat. Engem konkrétan valaki egy ismerősön felhívott telefonon, hogy na hallgass meg, itt szól a dalod. És bennem akkor volt az első felháborodás, mert ahogyan én ezt említettem, és ahogy a Lojz is nagyon helyesen mondta, hogy a zene mindenkié, de azért vannak olyan politikai jellegű összeröffenések, amiknek a hangulatát az ember nem vállalja föl. Illetve nem csak a hangulatát, hanem én konkrétan ezzel a politikussal semmilyen szinten nem tudok. Az Artisius engedélyt adott Magyar Péteréknek, de azt nem tudták, hogy milyen dalokat fognak lejátszani, jelezte a Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület elnöke. Németh Alajos szerint a művészeknek ugyanakkor van joga kérni, hogy ne játsszák le a dalt. Hozzátette, zenészként azonban nem értett egyet a zenék felhasználásával. Olyan hangulatban és olyan skandálásokkal ment ki a térre, hogy az a gyűlölköző hangulat nem érdemli meg a zenét. Semmilyen zenét nem érdemel meg. Akkor skandálják a gyűlöletüket, énekeljék a saját dalaikat, de ehhez nem jár zene. Segített egyébként egy szuper grafikus csapat. Ők segítettek nekünk ilyen szuper jól megtervezni mindent. Majd a honlapot is, hogyha esetleg megnézitek, ott is szerintem látszik, hogy az egész jól össze van állítva. A március 6-ai tüntetés után nem csak a zeneszámok, hanem egy videó miatt is kérdések merültek fel. A Blik aznap interjút készített Magyar Péterrel és barátnőjével. Csak hogy a felvételből utólag kivágtak egy részt. A Blik az Origo kérdésére végül elárulta, hogy Magyar Péterék kérésére korrigálták a felvételt, és kivágták azt a mondatot, amelyben magyar barátnője arról beszél, hogy egy külföldi grafikusi csapat is segített nekik. Nem csak ez a rész került ki belőle, több is. Több rész is kikerült a Blik videójából, de nem a külföldi segítségről szóló rész miatt. Ezt állította Magyar Péter a Magyar Nemzetnek. Szerinte nem szándékosan került ki a végleges anyagból a szóban forgó rész, mert ezen kívül mást is kivágattak belőle. Tehát az volt a megállapodásunk, hogy ők leforgatják, és utána odaadják nekünk a nyersanyagot, amit összeállítanak, és megbeszéljük, hogy mi vehet le. És nem azért, mert mi hangzik el, hanem voltak olyan emberek ott a szervezők között, egyrészt hangosítók, másrészt tévés kollégák, akik nem szerettek volna egy olyan videóban szerepelni, ahol ott van Magyar Péter. Közben a Nemzeti Választási Iroda nyilvántartásba vette a Tisza pártot, így Magyar Péterék az önkormányzati és az európai parlamenti választásokon is el tudnak indulni.